Az elmúlt években folyamatosan nőtt Magyarországon a pálinka főzdék száma, míg 2010-ben 42, tavaly év végén már 134 cég foglalkozott a hungarikumnak számító ital előállításával. Bár a 2008-ban elfogadott pálinka törvény szabályozza a megnevezés használatát és rendelkezik az előállítás során alkalmazott eljárásokról, a kormány igyekszik alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. A Földművelésügyi Minisztérium ennek szellemében kötött együttműködési megállapodást a Zsindelyes Pálinka ZRT-vel. A pálinka forgalmazással, gyártással, eredetvédelemmel kapcsolatban a cégünknek direkt véleményezési jogköre van, illetve a pályáztatással kapcsolatosan véleményformáló lehetőségünk van, tehát mi is kérdezhetünk direkt módon, illetve tőlünk is kívának, várnak tanácsokat, véleményeket. Pap József tagja lett a 13 főt számláló Pálinka Nemzeti Tanácsnak, amely a jövőben a korábbinál szélesebb hatáskörrel rendelkezik majd. A legfontosabb, hogy köztestületté változik, 2017. januárjától pedig, ahogy a hegyközségek nemzeti tanácsa pénz fölött is dönteni fog, tehát elég nagy költségvetéssel fog dolgozni. 150 millió forint a tervezetben meghatározott költségvetése. Itt viszont már nem csak vélemény hanem a eredetvédelemmel, a forgalombozatal, a fogyasztóvédelmi előírásoknak tekintetében, illetve az export, valamint a pályázati fejlesztések fölött is döntési jogkörrel fog rendelkezni. Tehát ha lehet ilyet mondanom a következő időszakban, tehát 2016-tól és első, végérvényesen 2017. januárjától még komolyabb hatása lesz a a pálinka a nemzeti ügyére, a pálinka előállítására, forgalmazására, illetve hát reményeink szerint az exportra vonatkozóan is. Pap József elmondta, hogy a magyar pálinka külföldi piacra juttatásának első lépéseként a külképviseletekre szeretnének eljuttatni három négyféle pálinkát, azzal a céllal, hogy a későbbiekben külföldön is elterjedhessen a nemzet itala.